Winkler Gyula, az RMDS európai parlamenti képviselője a Gyergyói medencében ismerkedett a helyi problémákkal. Húsvétkor is megajándékozzák a gyergyószentmiklósi nélkülöző családokat az Együtt egymásért Szentmiklósiakért program keretében. Nem sikerült a tavalyi bravúr, nem jutottak az országos döntőbe a gyergyószentmiklósi U14-es kosárlabdázó lányok. Köszöntöm nézőinket, híreink következnek, jó estét kívánok! A május 26-ai európai parlamenti választásokat megelőzően Winkler Gyula, az RMDS képviselőjelöltje szombaton a Gyergyói medencében tett látogatást. Többek között először járt a gyergyószentmiklósi Caritas vidékfejlesztés látvány sajtműhelyében, sokadszor találkozott az Arbor vezetőségével, majd Gyergyóalfaluban az EU költségvetés tervezetet ismertette, Gyergyócsomagfalván pedig Hargita megye legnagyobb fejős tehén farmjára látogatott. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő vezeti az RMDS jelölt listáját, tehát versenybe száll a következő mandátumért is. Szombaton a Gyergyószentmiklósi RMDS irodájában Bende Sándor parlamenti képviselővel és Barti Tihamirral, a Gyergyó területi RMDS elnökével közösen beszélt az EP parlamenti választások fontosságáról. Érdeklődésünkre kiemelte, mit tart a legfontosabbnak eddigi európai parlamenti tevékenységéből. Kiemelhetek esetleg a szívemhez közeli eredményeket vagy sikereket, mint például az Ödökségünk Őrei mozgalomnak az európai jó példák közé emelése. Ez akkora büszkeség volt számomra, hiszen pontosan arról szól, hogy megmutatkozunk Európában, és nem akárhogy, hanem a fiataljaink hangján keresztül, a fiataljaink leleményes tevékenységén keresztül, vagy pedig nyilván ott vannak azok a tevékenységek, amelyek vagy eredmények, amelyek a tevékenységi területemhez tartoznak, a gazdasági területhez, akkor, amikor a 2007-től 2013-ig terjedő Európai Uniós költségvetés végrehajtását egy évvel meghosszabbítottuk, azaz egy év meghosszabbítás Erdély szerte legalább 1 milliárd vagy 1,5 milliárd euró plusz lehetőséget jelentett, hogyha lebontjuk megyékre, akkor az 50-60 millió euró minden megyében plusz fejlesztési lehetőség. Nyilvánvaló, hogy ez vagy az ehhez hasonló eredmények azok nem az én munkám eredménye, hanem az kollektív munka. 2007-ben és 2009-ben három képviselője volt az erdélyi magyarságnak az Európai Parlamentben. 2014-től pedig ketten Winkler Gyula és Sógor Csaba tevékenykedett Brüsszelben. Idén sem lesz egyszerű elérni, hogy hárman jussanak mandátumhoz. Parlamentben, az Európai Parlamentben az összefogás a sikernek, a hatékonyságnak a titka, hogyha elmondjuk azt, hogy most ezúttal itthon is össze kell fogni, de a Kárpát-medencében is ki kell alakítani a magyar összefogást, mert hogy nyilvánvaló, hogy mi abban az egyedi helyzetben vagyunk, hogy az ország határa az nem egyenlő a nemzet határával, és akkor a Kárpát-medencei magyar közösségek tulajdonképpen egy bizonyos módon fölülírva a történelem traumáit az Európai Unióban tudnak egymásra találni és együttműködni, akkor én úgy vélem, hogy most is, mind ahogy máskor is, a közösségünk tagjai, a székely emberek itt a Gyergyói medencében, Székelyföldön, mindenütt, Erdélyben és a Pálciumban és Bánságban meg fogják érteni azt, hogy nekünk olyan képviseletünk kell legyen az erdélyi magyar nemzeti közösségnek, amely ugyanazt tudja elmondani itthon, a szülőföldön, Bukarestben, a parlamentben és Brüsszelben, az Európai Parlamentben, mert hogy az érdekeinket más nyelven vagy más eszközökkel, de mindenütt meg kell védeni. Az RMDS európai parlamenti választási jelmondata erős Európát és fejlődő Erdélyt, ezért igyekeznek majd tenni azok, akiknek bizalmat szavaznak a választók. Európa az azt jelenti, hogy az Európai Unió nem fél a kisebbségektől, és nem tekinti őket veszélyforrásnak, hanem ellenkezőleg gazdagságnak, értéknek tekinti az őshonos kisebbségeket, és ennek megfelelően megbecsüli őket, nem csak deklaratív módon egy-egy szép nyilatkozattal, hanem a gyakorlatban is egy kisebbségvédelmi rendszerrel, amit mi ki akarunk építeni az Európai Unióban. A fejlődő Erdély pedig azt jelenti, hogy mi is egy sikeres régiója akarunk lenni, Erdély, Transzilvánia, Siebenbürgen. Mi egy olyan régiója vagyunk az Európai Uniónak, amely
a támogatások hatékonyan felhasználásával, a támogatások mértékének a növelésével el fogja tudni érni azt, hogy ugyanolyan sikeres, hogy ugyanolyan ismert legyen, mint bármelyik népszerű és sikeres régiója az Uniónak, gondolok itt akár Bajorországra, vagy Dél-Tirolra, vagy más olyan régiókra, amelyikről mindenki hallotta a világot mindenhol. Én azt szeretném, hogy a mi szülőföldünk is ilyen legyen. Ehhez... Winkler Gyula megköszönte a gyergyóiaknak, hogy sokan írták alá az RMDS indulási listáit, és hamarosan ismét a Gyergyói medencébe látogat, hogy minél több emberrel találkozzon, és jobban megismerje az itt élők problémáit, válaszoljon a kérdéseikre. Az egészségügyi törvény módosításával próbálnak enyhíteni az egyre nagyobb gondot okozó családorvos hiányon. Ezentúl a szakemberek a meglévő rendelőjükön kívül további egy, legfeljebb két másodlagos munkapontot is működtethetnek olyan településeken, ahol nincs orvosi rendelő. Az orvosok úgy rendelhetnek, hogy a biztosító pénztár köteles kiegészíteni a szerződési és pénzügyi kereteiket. Az egészségügyi törvény módosításával próbálnak enyhíteni az egyre nagyobb gondot okozó házi orvos hiányon. Ezentúl a szakemberek a meglévő rendelőjükön kívül további egy, legfeljebb két másodlagos munkapontot is működtethetnek olyan településeken, ahol nincs orvosi rendelő. Országszerte mintegy 5000 községből hiányzik a házi orvos, ez pedig legalább 3000 falu lakosságát érinti. Románia mintegy 2900 községe közül 500 nem rendelkezik házi orvossal. A moldvai és havasal a földi régiókhoz képest az erdélyi megyékben valamivel jobb a helyzet. A tavaly Kovászna megyében a 65. életévükben járó vagy idősebb háziorvosok száma 26 volt. 10 esztendő leforgása alatt Maros megyében a szakemberek csak nem egyharmada vonul nyugdíjba, és az egyetemi túltermelés ellenére sem látni sok esélyt az orvoshiány pótlására. Míg az utóbbi időben sikerült jelentősen növelni a kórházakban dolgozó egészségügyi alkalmazottak fizetését, a háziorvosok keresete évek óta nem változott, és számos esetben a 2000 lejt sem éri el. Amennyiben nem áll be ilyen téren radikális változás, a lakosságnak egyre nagyobb hányada marad háziorvos és egyben egészségügyi alapszolgáltatás nélkül. Vas Levente az Alsóház Egészségügyi Bizottságának titkárának kezdeményezésére a parlament törvénymódosítást fogadott el, amely lehetővé teszi, hogy a házi orvosok jelenlegi rendelőjük mellett egy másik településen is munkapontot nyissanak. A törvény szerint ott, ahol jelenleg nincs, vagy nyugdíjba vonulás miatt hamarosan nem lesz házi orvos, valamint az önkormányzatnak egészségügyi fejlesztési szándéka van, egy ingázó orvos munkapontot nyithat, és hetente legalább 10 órán át fogadhatja a betegeket. Ezzel számos romániai, erdélyi, székelyföldi község sorsán javítunk, állítja Vas Levente, a rendelkezés kidolgozója. Az orvosok úgy rendelhetnek, hogy a biztosító pénztár köteles kiegészíteni a szerződési és pénzügyi kereteiket. A térbeli határokat is nagyjából törölték. A házi orvos ugyan nem terjeszkedhet a szomszédos megyébe, de az eredetileg megszabott 15 kilométeres körzetet jóval túllépheti. Az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság munkatársai fokozottabb ellenőrzéseket végeznek a közélelmezési tevékenységet folytató cégeknél, ugyanakkor engedélyezték az ideiglenes húsvágó pontok működését. Ladó Zsolt, a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője kihangsúlyozta, arról is gondoskodnak, hogy egészséges bárányok kerüljenek a vágópontokra. Idén Hargita megyében 3 ideiglenes vágópont működését engedélyezték Csíkszentmiklóson, Felső-Sófalván, valamint Kászonaltizen április 28-áig. Fontos, hogy a vásárlók figyeljenek arra, hogy a bárányhúst csak ellenőrzött helyekről szerezzék be, ne útszéléről, személygépkocsik csomagtartójából vásároljanak. Hétfőn 23 leért kínálták a bárányhús kilóját, ez az ár még növekedhet, attól függően, hogy mennyi eladó bárány lesz. Nem maradt abba a decemberben lezárult Együtt egymásért, Szent Miklósiakért nevezetű, néhány évvel ezelőtt elindított program, hiszen az adományok azóta is folyamatosan érkeztek. Ennek köszönhetően ezekben a napokban 60 családnak szállítanak ki csomagot a szociális osztály munkatársai a közelgő húsvét alkalmából. Előző év adventjében már 5. alkalommal fogtak össze a Szent Miklósiak, önkormányzat, egyházak, vállalkozók és civilek azért, hogy segítsék az ünnepre hangolódást olyan családokban, ahol szűkösen jut a mindennapi kenyérre is. A megmozdulás keretében tartós élelmiszert lehetett felajánlani, amellyel karácsonyi ünnepeket megelőzően
nélkülöző Gyergyószent Miklósi családok számára állítottak össze csomagokat. A program hivatalosan decemberben lezárult, azonban az adományozás a gyergyóiak részéről nem maradt annyiban. Időről időre, főként most a nagybőjti időszakban továbbra is gyűltek a tartós élelmiszerek a szociális osztályon. Összesen 60 csomagot sikerült összeállítani rászoruló családoknak, amelyben található mindenféle száraz élelmiszer, liszt, cukor, rizs, száraz tészta, konzervek, lekvár és kalács is kerül most a húsvét közelettével minden csomagba, ezen kívül pedig egy húsvéti üzenettel is feltarisznyálta a polgármester úr, illetve a szociális osztály vezetője a rászorulókat. Bízunk benne, hogy ezzel a kis figyelmességgel, ezzel a kis élelmiszercsomaggal sikerül elviselhetőbbé tenni annak a 60 családnak a sorsát, akikhez most kikerülnek ezek a csomagok. A megajándékozottak ezúttal is olyan családok, akik korábban nem kaptak még élelmiszercsomagot, vagy ritkábban jut el hozzájuk ilyenfajta segítség. Az idei évben főként fogyatékkal élő vagy sérült személyekhez visz ki a szociális osztály csomagokat, és bízunk benne, hogy számukra ez egy kicsi fénysugár, a feltámadásnak a fénysugara. Amellett, hogy az önkormányzat szociális osztályára többen is bejártak és adományokat vittek olyanok számára, akiknek jól jön a mindennapihoz a segítség, nem egyszer előfordult korábban az is, hogy segítségre szorulókról adtak hírt. Ilyen jellegű kéréssel, értesítéssel is bármikor fel lehet keresni az iroda munkatársait. Az önkormányzat szociális osztálya a Kárpátok utca 7 szám alatt található. Az iroda munkatársait hétköznaponként 8 és 16 óra között lehet felkeresni, személyesen vagy a képernyőn látható telefonszámon. Agrár karaván indult áprilisban Maros megyében, célja a gazdák tájékoztatása a különböző támogatási pályázati lehetőségekről. A mezőgazdasági támogatásokról Bordi Kacsó Zsolt, a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség Maros megyei aligazgatója tájékoztatta a jelenlévőket. Agrár karaván indult áprilisban Maros megyében. Célja a gazdák tájékoztatása a különböző támogatási pályázati lehetőségekről. A tájékoztató körút keretében legutóbb Vámos Gál falván gyűltek össze a gazdák, mezőgazdasági területen gazdálkodók. Büszkén mondhatjuk azt, hogy Maros megye egy nagyon fejlett mezőgazdasággal rendelkezik. Ugyanakkor, ha rágondolok arra, hogy a terület alapú támogatások milyen mértéket öltenek, megközelítik a 100 millió, tehát több mint 80 millió euróról beszélgetünk évente, tehát méretében is láthatjuk, hogy mezőgazdaságunk mennyire fontos, és pontosan ezért volt az ötlet, hogy elkezdje az RMDS ezt az agrárkaravánt, ahol összegyűjjünk önökkel, beszélgessünk arról a lehetőségekről, amelyekkel még rendelkezik a mezőgazdaság. A mezőgazdasági támogatásokról Bordi Kacsó Zsolt, a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség Maros megyei aligazgatója tájékoztatta a jelenlévőket. Az átmeneti nemzeti támogatás a szántóterületeken, tehát mindegy milyen kultúrát termeltek, 14,70 euró. A len és kenderné 7,64 euró. A dohánynál 1487 euró, és itt hektáronként mondom ezeket az árak, az összegeket. A komlónál 381 euró, és a cukorrépánál 77,81 euró jött hektáronként. Az állattenyésztésben a szarvasmarhák esetében kétféle támogatást nyújtanak. Az egyiket a leadott tejmennyiségre, a másikat pedig a szarvasmarhára mint egyet fizetik ki, hangzott el a tájékoztatón. Itt a tejre 16,57 euró tonnánként, a szarvasmarhára mint egyet 76,07 euró, és a jó és keskettenyésztőknek pedig 4,85 euró darabonként. A Proekonomika Alapítványról az irodavezető beszélt. Kiemelte az eddigi sikeresen lebonyolított pályázatokat, ugyanakkor az idei lehetőségeket is ismertette. Egyéb tavaszán ki fogjuk írni az újabb kis összegű pályázatokat, ami azt jelenti, hogy 15 ezer euró felső határértékig lehet pályázni, ez egy ilyen uniós szabályozással megkötött összeg, tehát e fölötti összeg támogatását nem tudjuk biztosítani, viszont az önrész, ami ehhez kapcsolódik, az a teljes beruházás 25%-a.
A Vámosgálfalvi tájékoztatón a Maros megyei ifjúsági egyeztető tanács elnöke egy májusi mezőgazdasági kiállításra és vásárra hívta fel a jelenlévők figyelmét. Úgy érezzük, hogy Maros megye nincs kellőképpen megmutatva a nagyvilágnak, Romániának, hogy milyen mezőgazdasági potenciállal is rendelkezik. Éppen ezért május 18-19-én Sáronbergén a Proekonomika Alapítvánnyal közösen megszervezésre kerül az Agrománia elnevezésű mezőgazdasági kiállítás és termékvásár, amelyre úgy a kiállítókat, mint a résztvevőket ingyenesen várjuk. Az Agrárkaraván Maros megyei körútja 9 községet céloz meg, és május 15-én ér véget. Április 18-án, csütörtök este 7 órától a Figura Stúdió Színházban újra látható Hudi László rendezésében a Füst, avagy a Színház elfoglalása című előadás. Mi marad a színházból, ha a jól bejáratott, megszokott normákat leválasztjuk róla? Ha a színpad és a nézőtér összemosódik, a szerző eltűnik, a színész pedig a nagybetűs közönség helyett a jelenlévő egyénekkel kezd el kommunikálni, színházi rendszerekről, manipulációról. A Füst, avagy a Színház elfoglalása ezeket és az ezekhez hasonló kérdéseket járja körül. Közös gondolkodást és közös jelenlevést kínál a nézőknek és a játszóknak egyaránt. Jegyek ára 15 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 10 lej. Az U14-es országos kosárlabda bajnokság utolsó tornáját rendezték vasárnap Gyergyószent Miklóson. A tét nagy volt, hiszen kiderült, hogy a 3 lánycsapatból melyik jut az országos döntőbe. A gyergyói ISK-soknak nem sikerült a tavalyi bravúr. Hazai pályán fogadta a gyergyói ISK U14-es női kosárlabda csapat ellenfeleit az országos bajnokságban. A tornát a Bazilides Tibor sportcsarnokban rendezték. A Bukaresti Dandacsán, a Sepsis-Szentgyörgyi sportiskolás klub és úgymond a Gyergyószent Miklósi sportiskolás klub, tehát mi az első bejutott a döntőbe. Dandacsán megnyerte mind a 2 meccset, tehát minket is megvert, és Szentgyörgyöt is, úgyhogy ő jutott a döntőbe, és így mi kimaradtunk az idén. A tavaly döntősök voltunk, úgyhogy egy kicsit szomorú a helyzet emiatt, hogy nem tudtuk megismételni azt a tavalyi eredményt. A gyergyói ISK U14-es kosárlabda csapata a 2018-2019-es idényben körülbelül 30 mérkőzést játszott, az országos bajnokságban 9 csapat mérte össze tudását. Bár a lányok jól játszottak, ezúttal nem jutottak az országos döntőbe. Meg szeretném köszönni a lányoknak a hozzáállást, a szülőknek is, és mindenki, aki segített az idén. Tudtuk, hogy nehéz megtartani a tavalyi szintet, és bízunk abba, hogy ugyanaz a támogatás megmarad mindenki felül, hozzáállás, akkor jövőben jobban tudunk teljesíteni. Az idény ugyan véget ért számukra, de nem sokat pihennek a lányok, igyekeznek időben felkészülni a következő bajnokságra. Jövőben tudjunk döntőbe jutni, vagy legalábbis egy nagyon jó eredményt érjünk el. Nekikkel fogjunk korábban dolgozni, tehát augusztusban nekikkel fogjunk dolgozni, mivel a szezon már szeptember végén, októberben kezdődik, és akkor úgy tervezem, hogy már augusztus közepétől edzőtábor, meg ha lehet, bár 2 edzőtábor, hogy tudjunk rákészülni, hogy a következő szezon kicsit jobban sikerüljön, mint az idén. Jövőre a csapat és az edző célja tehát az, hogy javítsanak az idei eredményükön, bekerüljenek a döntőtornába és éremért játszanak. Szoros mérkőzésen szenvedett vereséget a gyergyói hokiklub a felnőtt jégkorongbajnokság bronz csatájának első mérkőzésén. A Gyergyószent Miklóson rendezett találkozón a vezetést a Csíkszeredai Sportklub szerezte meg, majd a második harmadban egyenlített Góga Attila. A vendégek azonban hamar újabb találattal biztosították az előnyt, de a játékrész utolsó percében ismét Góga volt eredményes, így döntetlennel kezdhették a harmadik harmadot. Hiába játszott jól a Gyergyószent Miklósi csapat, az utolsó 5 percben lőtt 2 góllal a csíkiak nyertek. A 2 győzelemig tartó párharc szerdán Csíkszeredában folytatódik. Ha a piros-fehérek ott nyerni tudnak, akkor a mindent eldöntő mérkőzést Gyergyószent Miklóson rendezik csütörtökön. A döntőben a Galaciak 5-2-re győztek a Brassói Korona ellen az első összecsapáson.
Ezek voltak híreink április 16-án. Szép estét, viszontlátásra!